12. 1. Ide a szekszárdi német színházba is betört a most 15 éves lány. 3 pénztárcát vitt magával, de volt, hogy ugyanezt tette a helyi kórházban. Ott egy évvel korábban egy betegtársától vette el pénzt, egészen pontosan mintegy 80 000 forintot. De nem csak ezeket követte el, a rendőrök 20 hasonló ügy miatt nyomoztak ellene. Az elmúlt hónapokban a decemberi bűncselekmény mellett a lány legalább 20 alkalommal lopott el különböző értékeket üzletekből, állatorvosi rendelőkből, és legutóbbi alkalommal a szekszárdi német színházba ment be, ahol 3 ottani alkalmazott pénztárcáját is ellopta. Emellett az elmúlt hónapokban ellopott bankkártyákkal fizetett. Nyilvánosan elérhető rendőrségi fotó az azóta már körözött fiatalkorú tolvajról. A hatóság szakemberei ugyanis bár elfogták, később mégis eltűnt a látókörükből, azóta is körözik, de a fiatal tolvaj már kifejezetten rutinosnak számít a bujkálásban. Kollégáim most a napokban őt őrizetbe vették, és a bíróság felé bűnügyi felügyelete iránt tettek előterjesztést. A napokban a bíróság el is rendelte bűnügyi felügyeletét, azonban a lány azóta is eltűnt. Korábban sem volt ismeretlen a kollégáim előtt, hiszen már 48 alkalommal indítottak ellene körözési eljárást eltűnése miatt. A hatóság munkatársai azt kérik, hogy aki a lányról információval rendelkezik, tegyen bejelentést személyesen a szekszárdi rendőrkapitányságon, vagy hívja a 0674 501 106-os telefonszámot, esetleg a 112-es segélyhívót.